Szép jó napot kívánok! Önök a Biblia Politika Misztika újabb adását látják. Én dr. Perintfalvi Rita teológus vagyok, és velem van ma is szokás szerint műsorvezető kollégám Sós Eszter Petronella politológus. Köszöntelek, Eszter! Jó napot kívánok! És nagy szeretettel köszöntjük a mai adásunknak a vendégét, Mányai Mártont, aki pünkösdi teológiát végzett teológus lelkész, író, szupervízor, coach, és jelenleg még pszichológus hallgató is, tehát egy nagyon színes palettával érkeztél. Köszöntünk itt a köreinkben. Köszönöm a meghívást. Tekeződhetünk, ahogy hogyne, amúgy hogyne. A privát életben is szoktuk. Jó, köszönjük szépen, Marci. Mindjárt, hogy akkor indítsunk valami nagyon provokatívval, mutatnék a kedves nézőknek egy könyvet, amit Marci írt, nem saját néven, hanem Kincses Marcel néven. A könyvnek a címe pedig Coming Out könyv. És van rajta egy behajtani tilos tábla piros körrel, egy 27-essel, van rajta egy kereszt rózsafüzérrel, ez már önmagában azért sejtett némi tartalmat. Miért kellett először is talán ezt kérdezném, ezt a könyvet egy álnéven megírnod? Hát kellene, nem kellett, ez az én szabad döntésem volt, amely döntésről egyébként a könyv végén reflektálok is, tehát ezt az olvasónak megmutattam, hogy ez egy írói álnév volt. És amit ott is leírok, az, ahogy sejthető is, egyszerűen féltem. Féltem attól, hogy ennek következményei lesznek rám nézve, vagy a szeretteimre nézve, hogyha én felvállalom a nevemet. És szerettem volna magamat is védeni, meg a családomat is védeni. És miért a 27-es karika? Ugye ezt 18-asra szoktuk ismerni meg egyéb más számokkal. Ez honnan? Igen. A 27-essel arra, illetve a piros karikával arra akartam utalni, hogy 27 éves koromig egy letiltott terület volt az életemben a melegségemnek a megélése. Én 27 éves koromig szűz voltam, és nem éltem meg semmit az azonos neműekhez fűződő vágyaimból, de már azt megelőzően, hogy ezt a tapasztalatot megszereztem volna, lemondtam az ifjúsági pásztori lelkipásztori tisztségemről, és nem csak arról az állásomról, hanem gyakorlatilag a teljes hivatásomról. Ez a mai adás talán azért is nagyon érdekes, mert a homoszexualitás témájáról, arról, hogy hogyan reagálnak az egyházak erre a kérdésre, vagy arról, hogy mit tanít a Biblia, vagy mit ír a Biblia, már beszélgettünk sokat. Hát sőt, talán erről beszélgettünk a legtöbbet, szex hát, és különböző leágazás. Témánk, de még olyan vendégünk nem volt, aki ebben érintett, sőt, lelkészként érintett, sőt, fel is vállalja ezt arccal. Hát ez biztos, hogy nem egy egyszerű történet Magyarországon. Annyit tudunk rólad, és ez a könyvben is majd olvasható, hogy Németországban voltál kisgyermek, és aztán most megint Svájcból érkeztél haza, tehát, hogy megtapasztaltad már azt, hogy mi ez a nyugati lét, vagy nyugat-európai lét, és mi Magyarország. Mondjuk ebben a kérdésben így érzel-e különbséget? Zöldebbe a szomszéd fűje, magyarul. Igen, azt hiszem, hogy éreztem azt, hogy van egy olyan világ, amely meghaladja az én kis köreimet, amit 5 éves, 8 éves korom között, ahogy mondod, Németországban már megélhettem, és talán ezért sem volt betettem véget az életemnek, amikor ez a krízis történt 27 éves koromban lemondásommal kapcsolatban, mert tudtam azt, hogy nem csak az a kis mikrokozmosz van, nem csak az a kis 300-os gyülekezet van, ahol én éppen ellehetetlenültem, hanem van más azon kívül, ahol lehet élni melegként és keresztényként. Hogyha nem vállaltad volna föl a melegségedet, akkor folytathattad volna a szolgálatot? Tehát milyen összefüggésben volt ez a két dolog a közösségedben? Fontos azt tudni, hogy a katolikus egyházzal ellentétben ez egy szabad keresztény protestáns felekezet, ahol egyáltalán nincsen cölibátus a lelkivezetőknél, sőt, nagyon is bátorítják a vezetőket arra, hogy hát jó példával élve jó családi életet éljenek, házasodjanak meg. Úgyhogy a szexualitásommal valamit kellett kezdenem, tehát nem jelentette azt, hogy
papírreverendába bújtam volna, és ezáltal ugye egyáltalán ez a téma irrelevánssá válik ilyen értelemben. Hogyha nem vállaltam volna föl, akkor lehet, hogy még ma is ifjúsági pásztor vagy gyülekezetvezető lelkipásztor lehetnék ebben a közösségben, és esetleg szomorkodva néznék, hogy hát miért vagyok én szingli. De mi a tanítás ezzel kapcsolatban ebben a kis egyházban? Tehát ugye a katolikusoknál tudjuk, hogy aki nem éli meg a meleg hajlamait, az tulajdonképpen a tanításnak megfelelően él. Ha jól... Még azt is kérdezzük meg, hogy ha meg akarod nevezni, nem tudom, mennyire akarod megnevezni, hogy milyen közösségről beszélünk, vagy csak mondjuk azt, hogy egy neoprotestáns kis közösség, vagy nem tudom, mennyire akarod ezt személyesíteni. Hogyha most a nevemet adtam, akkor továbbra is szeretném ezt a közösséget védeni, hogy ez egy neoprotestáns, karizmatikus közösség, igen, Budapesten. Aha. És mit tanít ez a közösség igen. akkor ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy mondjuk egy meleg hajlamú ember, hogyha ennek a közösségnek a tanításai szerint szeretne élni, akkor hogyan kell megélnie, vagy nem megélnie a melegséget? Kiforrott, hogy mondjam, katekizmus vagy teológia ebben a tekintetben nincsen, inspirálódik ez a közösség talán a református gyökereiből, néha amerikai neoprotestáns áramlatokból, és hol lelki gondozóban viszonyul a kérdéshez, ahol is azt mondja, hogy a hajlam nem bűn, de azt megélni az. És egy vadabb ág pedig hát démonokat nevesít, mögött Jezabel fődémon esernyője alatt, vagy ernyője alatt, és az a megoldás többek között, mint hogy az én esetemben is ez volt. Erre volt kísérlet, hogy démonűzéssel, illetve lelki gondozással oldják meg ezt a kérdést. Talán ezen döbbentem meg, vagy nem is tudom, kicsit ijedtem meg, amikor olvastam a könyvedbe, hogy amikor először beszélgettél egy lány kísérővel, nem is tudom, hogy ő milyen beosztásban volt a közösségen belül, de szerettél volna erről a kérdésről vele beszélgetni, és hogy egyrésztről nagyon nagy szeretettel fogadta, hogy ezt elmondod neki, nagy szeretet volt köztetek, és azt érezted, hogy ő próbál segíteni nyilván a maga módján abban a gondolkodási rendszerben, amiben ő van. De hogy ez a gondolkodási rendszer, ez valóban ezt feltételezi, hogy tulajdonképpen a homoszexualitás az egyfajta ördögtől való megszállottság. És ezért ugye erősen kell imádkozni, és aztán az ember kiűzheti az ördögöt akár imával. Ugye ez a klasszikus, akár a katolikus hagyományon, hogy az ördögöt kiűzhetjük imával, bőjtel, aztán különféle aszketikus gyakorlatokkal, nem alvás, nem evés, önostorozás, itt most mondom ezeket a középkori szélsőségeket, és hát a nagyon szélsőséges az ördögűzésnek a gyakorlata. Ezt ők még gyakorolják? Tehát ez egy létező gyakorlat? Nem tudom, hogy jelen pillanatban, hogy viszonyul ez a közösség, akkor, illetve hát a 90-es években, amikor én kiskamasz vagy kamasz tínédzser voltam, aztán később is, ahogy itt végigsöpört a magyar evangéliumi karizmatikus mozgalmon mindenféle Amerikából hozott szellemi áramlatok. Voltak nem csak négy fal között, vagy hogy mondjam, nem csak zárt ajtók mögötti démonűzés, hanem ilyen kollektív démonűzés is. Tehát, de ami igen, tehát végig is most belegondolok, velem is megtörtént mind a kettő, mind az, amikor egy ilyen előkészült lelki gondozói keretből volt egy ilyen pontszerű ilyen démonűzés, vagy volt, amikor egy ilyen dicsőítő alkalmon kvázi nyilvánosan szólították fel mondjuk az ördögi szellemeket, konkrétan a homoszexualitás szellemét, hogy távozzon belőlem. És minden ilyen fajta bűnnek van egy saját démonja? Tehát gondolom van az alkoholizmus, van a drog, kicsit hasonló módon reagál ez a gondolkodás ezekre a kérdésekre is, ahogy írod. Azt is próbálták így ördögüzéssel? Hogyne, hát hogy mondjam, ez már talán képzettség, vagy intelligencia, vagy nem is tudom, minek mondjam a kérdése, hogy valaki mennyire árnyaltan tudja látni ezt a kérdést, de hát anélkül, hogy bántanám őket, ezért ez egy impulzív, ilyen kifelé, tehát érzelmeket megélő állapot, és hát ütni, vágni kell ilyenkor a démonokat, ha minél több, annál jobb, megélheti a kedves lelki gondozó, hogy ő az Isten harcosa, és itt most valami szent háború zajlik. Ez a
teológiában, vagy legalábbis ebben a neoprotestáns gondolkodásban hogyan illik össze az ember Isten arcúságával, tehát azzal a gondolattal, hogy hát mégiscsak mindenki Isten teremtménye, és mondjuk Isten nem hibázik, vagy legalábbis feltételezzük, hogyha valakit olyannak teremt, amilyen, akkor azt nem valamiféle hibából tette. Talán azt fontos látni, hogy ebben a típusú, talán valóban Amerikából inspirálódott mozgalomban egy olyan individualista lelkiség is jellemző, hogy nagyon sok minden múlik az egyénen, rajtam. Hogyha nekem nem sikerül az életemben, nem tudom megélni a testi-lelki egészséget vagy gazdagságot, akkor az azért van, mert valami bűnt követtem el, vagy átok van rajtam. Tehát az én kezembe visszahelyezi a cselekvés felelősségét, hogy nekem dolgom megoldani ezt az állapotot, és utána úgymond le is aratni a babérokat valamilyen csodálatos bizonyságtételnek a keretein belül, amit lehet aztán dörgedelmesen hirdetni, hogy lám, nekem sikerült, és ezzel felajzva másokat is, hogy igen, tehát visszadelegálja a felelősséget az egyénre. Ez összefügg biztos, hogy azzal a teológiai gondolattal is, ami önmagában nagyon szép, ugye ez a gondolat, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. Ilyen történetekkel van tele a Biblia. Csak hát ugye ez a történet az, hogy valaki valamilyen szexuális orientációval születik. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz. Ugye ez is egy teológiai vita, hogy ez egyszerűen csak úgy jön az emberből, vagy ez egy döntésnek a kérdése, hogy erről is vitatkoznak. Ezek a teológiák is, meg persze hát aztán a katolikus teológia is. És itt majd lehet, hogy hozunk egy aktuális példát is. Hogy erről hogy gondolkodtak? Tehát, ahogy ők gondolkodtak, igen, tehát ez volt az axióma, a kezdeti kiindulópont, amire épült ez a logikai építmény, hogy Isten nem termel, vagy nem teremt selejtet, értsd, nem teremt szexuális embert, tehát el se tudja képzelni ezek az emberek, hogy valakinek milyen lehet a megélése nem heteroszexuálisként, vagy nem cisznemüként, és hogyha valaki ilyesmi érzést tapasztal magában, akkor ez egy elferdült heteroszexuális, akit ki kell egyenesíteni, ahogy az angol is mondja. Én ma azt gondolom, hogy Isten annál színesebb, csodálatosabb, mint hogy ilyen keretek közé kellene őt szorítani. Gyerekkoromtól nagyon közel állt hozzám az átok világa, a természet, és egyszerűen agy eldurrantó kreativitás és szépség van a természetben, és ehhez képest mi, akik elvileg ugye a teremtés koronái vagyunk, most nem a férfit értem alatt, hanem magát az embert, mi mennyire magunkat kalodákba akarjuk zárni, ahelyett, hogy megengednénk Istennek azt a csodálatos kreativitást, amivel bennünket megalkotott. Igen, talán egy érdekességet fűznék ehhez hozzá, ez pedig a saját tanulmányaim, meg a saját teológiai tapasztalatom, hogy hát ez a kérdés, hogy vajon kit teremtett az Isten a képmására, kit milyen módon és milyen mértékben, ez egy nagyon régi kérdés, és mondjuk hoznék az antikvitásból egy példát, 4. század Szent Jeromos, ő azt mondta, hogy hát az Istennek a tökéletes teremtménye képmása az a férfi. A nő az akkor válhat tökéletes képmásiságá, hogyha a szexualitását feladja. Akkor hozok egy példát, mondjuk 13. század Szent Ágoston, ő is azt mondta, hogy Isten képmásiságát elsődleges módon a férfi hordozza, mert ő az, aki az élet magját tovább tudja adni. A nő az csak olyan, mint egy bevetendő föld, tehát tulajdonképpen egy passzív szerepben van, csak másodlagosan hordozza az Isten képmását. Tehát ezt csak így példának hozom, hogy évszázadok küzdöttek azzal, hogy ez a férfi-női egyenlőség valahogy létrejöjjön, és ne tuszkoljuk bele ezekbe a bibliai szövegekbe, a mi korunknak, a kultúránknak az értelmezését, és hát gondolom, hogy ez a kérdés az LMBTQ kisebbségekkel kapcsolatban hát jóval később érkezik meg, talán most a 21. században, hogy erre normálisan kellene reagálni újszerűen. Ja, azon gondolkodtam, miközben meséltél, hogy hogyan lehet egy ilyen válságot úgy túlélni, hogy utána tudjál imádkozni például, hogy utána az Istennel való viszonyodat ne veszítsd el. Mert hogy nagyon sok olyan meleg fiatallal beszélgettünk, találkozunk mi is a munkánk során, akik
leválnak az egyházról, csalódottak bármilyen egyházról, és kétségbe esetten keresnék az utat az Istenhez, csak valahogy ezekben az intézményekben nem találják. Neked sikerült feloldani ezt a dilemmát? Ahogy beszéltünk róla, hogy 27 éves koromig udáztam el azt az élettapasztalatot, ami végső soron megerősített ezen az úton, de addig is, úgy mondjam, mind a kettő szélsőséget kipróbáltam olyan értelemben, hogy vagy Isten, vagy a szexualitás. Volt egy, tehát gyakorlatilag az életem javarészében az úgymond csak Isten kategóriát, vagy halmazt választottam, de volt egy 9 hónapos, viszonylag rövid, úgymond lázadó korszakom 20 éves koromban, amikor én bizony hátat folytottam Istennek, gyülekezetnek, és meg akartam élni a homoszexualitást, és hát nem valósult meg ebből semmi, de a gondolat az megengedtem magamnak, és akkor ezt még hasítottam, és akkor azt is éreztem, hogy én nem mehetek Istenhez így közel, hogyha én meg akarom élni a meleg vágyaimat. Isten megőrzött ebben az állapotomban is kegyelmesen, és aztán 27 évesen már abban az állapotban voltam, hogy tudtam, hogy sem Isten, sem a szexualitásomat nem akarom, és nem tudom nélkülözni. És akkorra már az is, az a tapasztalat, élettapasztalat is megvolt bennem, hogy tulajdonképpen szerencsém is volt, hogy ez egy magyar alapítású, a 60-as években született közösség, viszonylag könnyű az ő határaikon túl látni. Noha akkor tényleg az volt a világom, de komolyan fel kellett magamnak tennem a kérdést, hogy tényleg létezik az, hogy ez lenne az egyedül üdvözítő út, amit ott 300 vagy nem tudom országosan 1000 ember gondol vagy val, és hogy azon kívül meg én el lennék vetve, vagy elkárhoznék, és hogy ez nem létezik, hogy Isten ennyire korlátolt. Úgyhogy akkor már lassan, de biztosan Istennel jártam az utamat 27 éves koromtól kezdve. És akkor ez ma is így van? Ez ma is így van, igen. Nagyon megragadott, amikor az előbb mondtad azt, és gondoltam, hogy visszakérdezek rá, hogy és nem lettem öngyilkos. Tehát, hogy mennyire okozhat traumát egy vallásos közösség pont ezzel a helyzettel, hogy tulajdonképpen egy döntés elé állítja az embert, hogy vagy az Isten, vagy a saját szexualitásom, vagyis hát önmagamnak a felvállalása, és mondjuk nem tudok e között dönteni, mert képtelenség, mert ha egy hívő ember vagyok, valós érzésekkel, akkor én ragaszkodom ahhoz az Istenhez, aki engem megérintett, ugyanakkor a saját önmagamat nem tudom megtagadni, és ugye ezért hallunk sokszor ilyen történeteket, hogy ez tényleg traumává fordul, és nagyon sokszor öngyilkosság lesz a vége. Nem véletlen, hogy Ferenc pápa 2015-ben mondta pont, hogy az egyháznak, és az egyház nevében ő szeretne bocsánatot kérni minden érintettől, azokért, a sebekért, amiket elkövettünk bizonyos teológiai tanításokkal, mert hogy ez ilyesmit tud okozni. Te láttál ilyen történeteket? Neked is megfordult ez a fejedben? Vagy azért ennél erősebb, stabilabb volt, nem tudom, ami megtartott bármi? Nagyon sokszor megfordult a fejemben, hogy nincs kiút, és hogy véget kell nevetnem az életemnek. Hál' Istennek soha nem cselekedtem ezt, soha nem kísérreltem meg gyilkosságot, de azért is éreztem egy nagy-nagy felelősséget, miután tényleg túlélőként tekintetek magamra ebben a tekintetben, hogy megírjam könyvben az életutamat, mert tisztában vagyok vele, hogy sokan már sajnos elvetették az életüket, vagy sokan ezen gondolkoznak, és nem magától értetődő, hogy éppen viszonylag éppen meghúztam ezt a történetet. Hát, hogy visszautaljak, hogyha ezt valaki tényleg a lelkemén elhiszi, hogy a homoszexualitás az egy rajta kívülálló démon, amit el akarja veszélyteni, végsősoron az ördög, a sátán maga, és hogyha nem tudok ennek ellenállni annak, hogy én ezt érezzem, akkor azt jelenteni, hogy engem hatalmába kerített a sátán. Tehát, ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy ahogy majd lemegy ez az adás, és felkerül az internetre, vagy akárhova, továbbra is lesznek kedves és jóhiszemű keresztények, akik minden további nélkül oda fogják kommentálni, hogy én a kárhozatba élek, vagy oda tartok, vagy másokat is hamis tanítóként elveszejteni akarok, így az Antikrisztus előszeleként, tehát nem viccből mondom, ezeket mind már megkaptam. Úgyhogy ettől egy gyengébb személyiség könnyen
feláthatja, igen. Céljuk is egyébként? Kicsit ilyen lelkileg megtörni azt, aki egy kicsit más? Tehát csak most úgy gondolkodom azon, hogy ugye egy rendszert, az akár lehet egy politikai, egy vallási rendszer, valahogy mindig a homogenitás, mintha azt tartana össze, és mintha egy kicsit megingatná, hogyha megjelenik a másság, a másféleképpen gondolkodás, a kritikusság, mondjuk a szexuális másságnak az elfogadása, hogy esetleg ők ettől bizonytalannak érzik magukat, és akkor ugye ezt a bizonytalanságot vetítik ebbe a gyűlöletbe bele. Hmm. Szerinted ez így van? Vagy ez csak egy elmélet? Igen, látom ezt. Tehát azt gondolom, hogy félnek valami másnak teret engedni, illetve attól is félnek, hogyha ők úgy tűnnek a saját gyülekezeti testvérek szemében, hogy mintha jóvá hagynák, mintha pártolnák ezt a történetet, őket is automatikusan ugyanez a kirekesztés kapja el, vagy ki lesznek rekesztve, és ezt az egzisztenciális félelmet tolják rá bűnbakként a kirekesztendő, ebben a példában meleg emberre, igen. Te azt hogy érted meg, amikor a pápa egy jó két hete ugye azt mondta, hogy a meleg tendenciákkal rendelkező gyerekek szüleinek azt javasolja, hogy vigyék pszichiáterhez, és akkor utána persze korrigált a Vatikán, hogy hát nem úgy gondolta a pápa, hogy ezek a gyerekek betegek lennének. És ez a pápa egyébként mondott sok mást is a melegekről, de hogy ez például hogy éli meg valaki, aki hát hogy túl van egy ilyen vallási és személyes krízisen? Igen. Nagyon szomorú volt, amikor ezt olvastam, és én is szeretnék többet, jobbat hinni Ferenc pápáról, illetve azokat az üzeneteket kihangosítani, mert közelmúlt években a pozitív LMBT elfogadó retorikáról szólnak, és azt éreztem, hogy hát most kibújt a szög a zsákból, hogy ő is csak valamit itt mímelt azért, hogy a melegeket, hogy mondjam, megpróbálja kicsit óvni, de hogy igazából mégsem ezt gondolja, és hát bevillantak ilyen flashbackként olyan élményeim, amikor más helyzetekben, tehát igen, nehezen bízom meg keresztény vezetőkben, akik elfogadóan viszonyulnak hozzá, mint meleg keresztényként, és megkérdezem, hogy te figyelj, ezt nyilvánosan is vállalod? Tehát most itt négy szem közt beszélgetünk egy ajtó mögött. De kiprédikálod el. De, és most mondasz nekem valamit, de amikor majd kilépünk innen, és publikus térbe kerül, akkor is fölvállalsz engem, úgymond, vagy a szabadat. Tehát... És gyakori ez a képutatás, vagy ez a kettősség? Sajnos ez még egy nagyon nagyon ritkán előforduló probléma, hogy egy annyira progresszív vagy elfogadó lelki vezetővel bebotlanék, aki már szeretné kifejezni azt, hogy affirmálja a meleg embereket, vagy uram, bocsá, összeadna azonos neműeket a közösségében, tehát attól azt hiszem még sok tekintetben messze vagyunk. Tehát eleve nagyon ritka ez a jelenség, de ahova jártam legutóbb közösség, ott mind rá akartam kérdezni, hogy ő most ilyen bűnösök barátja, stílusban nyomja ezt, de igazából azt gondolja, hogy ugyanaz a kategória vagyok, mint egy alkoholista, vagy mint egy drogos melegként, akit hát valahogy mégis integrálni akar a közösségbe, de azt gondolja, hogy alapvetően bűnös vagyok, vagy azért tud elfogadni, mert azt gondolja, hogy ez nem bűn, hanem ezt lehet ékesen és jól élni egy hívőként. Az érdekelne, hogy vajon miért éppen ez a kérdés ennyire éles? Tehát én ezt akkor éreztem, én tavaly adtam nyáron 168 órának egy interjút homoszexualitás és a Biblia témában. Igyekeztem nagyon szakszerűen elmondani, hogy biblikusként mit gondolok ezekről a szövegekről. És hát ilyen 250-300 ember támadta meg a Facebook oldalamat, jöttek a halálos fenyegetések, meg hogy imádkozunk a halálodért, tralala, és akkor szembesültem én pont ezzel, amit most mondasz, hogy hát ez egy olyan áradatot, olyan hömpölgést indított meg gyűlöletből, hogy az valami elképesztő volt, tehát én soha nem gondoltam. És mondom, miért éppen ez a kérdés? Tehát annyiféle kérdés lehetne, de akkor azt éreztem, hogy ez még élesebb volt, mint például a menekült téma, még élesebbnek éreztem. Hogy ennek olyan mi lehet az oka? Hát az kétségtelen, hogy a szexualitás minden formájában a lényünket és a társadalmunknak a szövetét valóban nagyon
alapvetően meghatározó tulajdonságunk. Tehát, hogyha jóhiszemű akarok lenni, akkor van egy elvitathatatlan féltés hívő keresztényekben, hogy hát ha ezt valaki eldöntheti, hogy meleg akar lenni, mert máskor nem tudják elképzelni, hogy ez hogy történik, akkor itt bárki eldöntheti, és a gyerekeinket is majd elcsábítják, mert ők is majd jól eldöntik, hogy melegek lesznek. Tehát van egy ilyen fajta féltés, hogy tényleg szétesik a társadalmunk, és ezt empatikusan át tudom érezni, hogy mi ebben a gondolatmenet, de hát az is tény, hogy egy alapvetően patriarchális struktúrát, ami jellemző alapvetően az egyházainkban megbont, hogyha elkezdjük ezt az egészet mondjuk emberjogi szempontból nézni, vagy tényleg a nők egyenjogossága mellett elkezdünk érvelni, mert nagyon sok kérdést felnyit ez, hogy tényleg, hát nem akarok ilyen szitok szavakat, buzzwordöket bedobni, mint gender, de ez gender kérdés is, hogy a férfi, a meleg férfi, a keresztény meleg férfi hogyan jelenik meg a társadalomban, hogyan jelenik meg a keresztény gyülekezetben, úgyhogy innentől izgalmas kérdések jönnek mindenképpen. Uh-huh. De ezzel most azt is sugallod, hogy ez nem elsősorban teológiai kérdés? Igen, ezt sugallom, hogy ez... azt is gondolom, hogy a Biblia értelmezésünk magamét beleértve, én magam is, de azok a gyülekezeti testvérek is a környezetünk termékei vagyunk, a korunk termékei vagyunk, beleértve mindent, ami jellemez bennünket, a 40 év szocializmus beleszámolva azt, hogy Kelet-Közép-Európában, vagy mostanában inkább Kelet. Tehát ez belevetítjük a Biblia értelmezésünkbe a saját szocializációnkat. És azt gondolom, hogy akik, ez most nem illik ilyet mondani, de azt mondom, akik még progresszíven állnak hozzá, még azok sem feltétlenül csak teológiailag merítkeznek meg a témában, hanem még ők is szociológiai elemükben ből megmerítkezve jutnak a következtetéseikhez, de hát őket aztán végképp nem akarom bántani ebben a kérdésben. Bízom, Rita, úgy látom, hogy ez most neked szól, úgyhogy azt fejtsük ki. Hát mivel nagyon kevés időnk van, én nekem még egy nagyon fontos kérdésem lennék. Lehet, hogy kicsit kanyarodok el, hogy ahogy látjuk az életrajzodat, hogy már nem vagy gyakorló lelkész, de vagy coach, vagy szupervízor, tehát mindezek a segítő, meghallgató foglalkozások. Arra gondoltál-e, hogy ha lenne egy olyan közösség Magyarországon, ami befogadna téged így lelkészként, hogy vállalnád-e, és hogy te például miben tudnál mondjuk más lenni éppen azért, mert van egy ilyen tapasztalat mögötted? Nyitott lennék erre. Az elmúlt 3 évben Svájcban éltem, és ott is nyitott voltam. Konkrétan rákerestem lelkész állásokra is. Tehát nem kerültem ilyen helyzetbe, de nyitott vagyok. Azt gondolom, hogy egy nagyon egyedi életutam van, ami alkalmassá tesz nagyon sokféle feladatra, vagy arra, hogy értő fülekkel üljek azok előtt, akik megtisztelnek a bizalmukkal. Szeretném, hogy itt tarthassunk Magyarországon is, hogy emberek, egy közösségnek van erre igénye, és bizalma arra, hogy egy meleg, tehát kiálljanak ők maguk is a meleg lelkészük, vagy meleg segítőjük mellett. Igen. Akkor szerintem, igen, mutassuk meg még egyszer ezt a könyvet. Köszönöm. Talán még egy kérdés, hogy mi a fekete hattyú? Az egy fontos szimbólum a számodra. Nincs rajta, az egy történetbe szerepel. Nincs, de még a rózsafüzért még elmondhatnám. Meg a fekete hattyú. Igen, de hogy kerül egy protestáns lelkész könyvére a rózsafüzér? Ez engem nagyon érdekes, és utána jöhet a fekete hattyú. Igen. Közben megmutatom a nézőknek, hogy így néz ki ez a könyv. Ennek nagyon szigorúan és pragmatikusan ilyen marketing vagy PR technikai háttere volt. Én ezt eredetileg csak elkönyvnek szántam, és arra gondoltam, hogy egy monitoron olyan egyértelmű szimbólumoknak kell lenni. Hogy vallásos szimbólum legyen? Igen, tehát hogy valami erre utaljon. Tehát nincs kötődésem a rózsafűzérhez, de ennyi szimbolizmus van benne. Na, akkor fekete hattyú. Fekete hattyú pedig egy balkaromon van 2 fekete hattyú tetoválva többek között, és ahogy a könyvben is írok erről,
rá kellett jönnöm, utána olvastam, hogy állítólag a fekete hattyúk egy negyede azonos nemű monogám kapcsolatban él, ahogyan a hattyú meg a sokféle... A természetrendje, ugye a logika. Igen. Sokféle madár, meg egyéb, meg emlős állatok is bizony kifejeznek azonos nemű párkapcsolatokat, és ez nagyon megihletett, és ezért is került, mint szimbólum, de egy életszimbólum, mert éppen a szárnyát kifeszítő, elrugaszkodó hattyú, ez a szimbólum, ami erőt, életet, pozitivitást sugall nekem. Szerintem ennél szebb végszót nem találhattunk volna, úgyhogy itt zárjuk le. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és elmondtad a történetedet. Én köszönöm a kívást. Természetesen köszönöm Perint Falviritának a közös munkát, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, heti.tv és tükörátal.blog.hu a szokásos címeink, ott mindenféle tartalmakat találnak, találkozunk a következő alkalommal, viszontlátásra.